Köszöntöm kedves nézőinket! Jövő héten pénteken kezdődik az idei birkafőző fesztivál. Mai vendégünk Szepessy Tibor, a Déréné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat és szakított ránk egy kis időt. Köszönöm szépen, üdvözlöm a televízió nézőket. Gondolom, hogy azért mondtam, hogy szakított ránk egy kis időt, mert már most minden a fesztivál utolsó simításai körül forog. Gyakorlatilag gondolom, hogy egy nappal át éve dolgoznak. Hanyadik birkafőző fesztivál lesz az idén? 17. birkafőző fesztivál, és valóban kis túlzással lassan tényleg éjjel-nappal dolgozunk azon, hogy egy újabb sikeres rendezvényen lehessünk túl majd a jövő hétvégén, június 26-27-én a Múzeum Parkban. Igen, időben elkezdtük én azt gondolom a szervezést, megtörténtek azok az egyeztetések, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán ez az utolsó simítások elkezdődhessenek, nevezések megtörténtek. Örömmel jelzem, hogy gyakorlatilag már nincs is hely a birkafőző fesztiválon. Úgyhogy igen, van még mit dolgoznunk. Mi az, amit ilyenkor végeznek? Milyen munkafolyamatok vannak hátra? Ugye a nevezések megtörténtek, gyakorlatilag a főzők részére most kerülnek kiküldésre azok a dokumentumok, amelyek alapján ők egyáltalán bejöhetnek ugye a területre, tehát a behajtási engedély, azt, hogy merről tudják megközelíteni az ő főzőhelyüket. A tűzgyújtási engedély ugye nagyon fontos, tavaly előtt került bevezetésre az, hogy alá kell írni minden főzőnek egy papírt, amelyben vállalja a felelősséget a tűzgyújtásért. Ezt a területet nekünk át kell adni, ugye mi biztosítjuk részükre. Utána, amikor véget ér a főzőverseny, akkor pedig vissza kell venni, megnézni az új jogszabályok szerint, hogy minden rendben történt-e, el van-e oltva a tűz, el van-e zárva a gázpalack. Ezeket a dokumentumokat kapják meg a napokban a főzők, tehát karszalagok, mindenféle belépéshez szükséges papírok. Ez ugye maga a főzőverseny része, de tudjuk, hogy nagyon sok részből áll össze ma már ez a fesztivál. A másik része a különböző engedélyek, amelyeket be kell szereznünk, tehát a közterület használati engedély, a katasztrófavédelem, az egészségügyi, állategészségügyi, és még hosszan sorolhatnám, hogy melyek azok az engedélyek, amelyekkel meg kell keresnünk a szakhatóságokat. Nyilván ők ezt felülvizsgálják, ha hiánypótlás van, akkor azt nekünk helyesbíteni kell, utána pedig bízunk benne, hogy a rendezvény napjára minden engedéllyel rendelkezni fogunk. Ez a második része, és ugye ott van még gyakorlatilag maga a fesztivál része, hiszen az összes berendezést oda kell szállítani, színpadok, sátrak, étkezőasztalok, és még sok-sok minden ahhoz, hogy flottul lezajlan egy ilyen rendezvény. Ez majd az utolsó napok momentuma lesz, még most beszélünk egy picit a nevezésekről, ugye április közepén, talán 20-án nyílt meg a karcak.hu-n az a felület, amin leadhatták a jelentkezők, a főzők a nevezésüket. Milyen volt a nevezési kedv, ha így el lehet mondani, hány nap alatt foglalták be a legtöbb helyet? Fokozott volt az érdeklődés, de hát ezt már megszoktuk. Időben tájékoztattuk a főzőket, hogy mikor fog kezdődni hajszál pontosan a nevezés. El is készült addigra a nevezési felület. Hát gyakorlatilag az első 5 percben, ha jól emlékszem, 51 néhány nevezés érkezett. Ugye 230 főzőhely van. Egy picivel több, mint ami a tavalyi évben volt, hiszen átalakult a verseny területe, egy picit megnöveltük az árusok területét, ezzel együtt tudtuk növelni a főzőhelyek számát. Hát az első 5 percben jelentős része elkelt a főzőhelyeknek. Gyakorlatilag a főzőhelyek 80-85%-a az első 3 napban gazdára talált. Tehát azt gondolom, hogy valóban mindenki várta, mindenki készült arra, hogy tudjon nevezni, mindenki arra a helyre tudjon nevezni kisebb-nagyobb módosításokkal, amelyet ő kinézett magának. Előfordult az is, hogy ugyanabban a másodpercben került kattintásra ugyanaz a főzőhely, és akkor ugye kaptuk a reklamációt, hogy hát ő azt kinézte magának, mikor megnézte a honlapon, akkor még üres volt. Mire oda kattintott, addigra elfoglalta valaki más. Tehát nagyon sokan fönt voltak egyszerre a nevezési felületen. Én nekem ez óriási öröm, és ami még nagyon
jól esett nekünk, szervezőknek, hogy semmiféle reklamáció, gyakorlatilag olyan jellegű, amely a főzőhelyekkel kapcsolatos nem érkezett hozzánk. Tehát nem volt akkor vita. Semmi. Mert régebben azért lehetett olyanról hallani, hogy kinézték, összevitatkoztak, elcserélték. Ilyen egyébként van lehetőség? Hát elméletileg azért nincs lehetőség, mert névre szólóak a tűzgyújtási engedélyek. Az alapján, hogy valaki beregisztrál az internetes felületen, ugye a térképen megjelenik a neve, befizetésre kerül a nevezési díj. Amikor a nevezési díj beérkezik, akkor a térképpel összevetve annak az egy főzőnek a nevére nekünk kötelességünk kiállítani a tűzgyújtási engedélyt. Tehát névre és főzőhelyre szól. Innentől kezdve azt gondolom, hogy nem igazán lehet cserélgetni, hiszen akkor jogszabályokat szegünk. Tehát akkor már nincsen nevezés, gyakorlatilag lezárult a nevezés. Ha esetleg előfordul, mert régebben azért volt arra is példa, hogy mondjuk a főzőverseny napján Balatonról, innen-onnan, tehát messzebbről érkezik valaki, és esetleg főzni szeretne, akkor neki még tudnak-e valahol helyet szorítani, vagy már minden megtelt? Ilyenkor még előfordul, természetesen vannak olyan főzők, akiknél családi, munkahelyi problémák jönnek közbe, és mondjuk visszamondják a főzőhelyet. Nagyon korrekten egyébként szoktak jelezni, tehát nem az utolsó pillanatban derül ki az, hogy nem tud részt venni a főzőversenyen. Eddig az a gyakorlat, hogy ha valaki így jár, akkor telefonon értesít bennünket. Ezeket a főzőhelyeket természetesen mi megpróbáljuk tovább értékesíteni. Illetve van még egy-két olyan tartalék, amellyel a 230 helyen, kijelölt helyen kívül is, ha nagyon szükséges, akkor tudunk még fogadni 2-3 főzőt. Tehát nem sok helyünk van már tartalékban sem, de ha ilyen vészhelyzet alakul ki, akkor természetesen tudunk ebben segíteni. Egy helyen hány kondérral lehet főzni? Lábassal, bocsánat. Úgy kerültek kialakításra a főzőhelyek, és ez már nagyon-nagyon régóta, tehát gyakorlatilag azt mondtam, hogy az első birkafőző verseny, hiszen akkor még nem fesztivál, hanem verseny volt. Versenyen került ez meghatározásra. Egy főzőhelyen el kell férnie gyakorlatilag egy 3x3-as sörsátornak, alatta természetesen be lehet rendezni sörpadokkal, asztallal, székkel, és a sörsátor előtt 2 lábasban még meg tudja főzni a főző az ő általa kigondolt ételt. Azért mondom, hogy az ő általa kigondolt ételt, mert nem biztos, hogy mindenki él azzal a lehetőséggel, hogy mind a két lábasban, vagy mind a két lábast megfőzi. Lehet, hogy csak egy birkát főz, és mellette nagyon sokszor előfordul az, hogy valami más étel kerül esetleg a lábasba. Természetesen a gyakorlat az, hogy két lábas, egy-egy birkával, és mind a kettő nevezésre kerül a versenyben. Tehát akkor ezek szerint elképzelhető, hogy akár 460 kondérban fog főni majd most a birka. Igen, ahogy mi számoltuk, és ez egy picit nagyobb számot fogok mondani, hiszen ez maga a főzőhely. Vannak olyan szponzoraink, támogatóink, akik nagyobb helyet bérelnek magán a fesztiválon, természetesen ennek emelt díjai vannak, úgynevezett reklám és területhasználati engedélyeket kötünk ezekre a helyekre. Ott is főzésre kerül sor, ők is neveznek természetesen a versenybe, ők is kapnak egy-egy számot, tehát a 230-as főzőhely után is vannak még számok, ugye a különböző szponzori főzőhelyek. Akkor tehát én azt gondolom, hogy ha ehhez hozzávesszük a vendégeknek az ellátását, tehát gondolok itt a fellépő csoportokra, vagy a szervezőknek, hiszen itt akkor azon a napon ugye mindenki birkát ebédel, hiszen erről szól ez a nap, akkor én azt gondolom, hogy előfordulhat az is, hogy akár 500 birka kerül megfőzésre Karcagon, és azért mondom, hogy Karcagon, mert ugye ilyenkor a különböző vendéglátóhelyek is elsősorban az étlapjukra kínálatként a birka pörköltöt veszik föl, ami nagyon jó, mert természetesen érkeznek olyan vendégek a városba, akikre maguk a főzők, vagy mi szervezők sem készültünk föl, de akkor őket tudjuk olyan különböző vendéglátóegységekhez irányítani, akik aznap birkát főznek. Ugye arról beszéltünk az előbb, hogy a főzőkre vonatkozóan gyakorlatilag fával, illetve gázzal tudnak majd főzni. Néhány éve bevezették a tűzoltókészüléket. Most ez hogyan fog működni? Hozniuk kell magukkal, vagy ismét lesz lehetőség arra, hogy béreljenek a helyszínen?
Sajnos egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy bérelni lehessen. Igazából mi sem találtunk ilyen vállalkozót. Tavaly előtti évben volt lehetőség arra, hogy szervezőként idehoztunk egy vállalkozót, aki tűzoltó palack bérléssel foglalkozott, de a gyakorlat az volt, hogy igazából neki sem érte meg, mert jól emlékszem, valami 3 palackot béreltek tőle a nap folyamán. Tehát a főzők fölkészültek arra, hogy náluk legyen a tűzoltó készülék. Nyilván az ő érdekük is az, hogy ott legyen kéznél, bármi probléma előfordulhat. Tehát a tavalyi évben már hál' Istennek örömmel tapasztaltuk azt, hogy mindenkinél ott volt, rendben volt, ugye megtörtént a szakhatóság részéről az ellenőrzés is, és tényleg minden rendben talált. Tehát a dátumok, a különböző blombák, úgyhogy ebben nagyon korrektek voltak a főzők. Mikor lesz a főzők részére a helyszíni tájékoztató, azt is minden évben tartanak? Megvan-e már a dátum? Így van, a főzőverseny előtti szerdán, ez már hagyomány, most 24-ére esik ez a nap, úgyhogy hirdetjük a különböző médiumokban is. 24-én várjuk a főzőket a Múzeumparkban, ahol egy nagyon rövid, hiszen már lassan többet tudnak, mint mi szervezők, annyira otthon vannak a jogszabályokban azok alapján, amely dokumentumokat kiküldünk, illetve a honlapon elolvasható, hogy tényleg csak egy kis finomításra, egy kis pontosításra és egy kis ösztönzésre, sőt az ő részükre azt gondolom, hogy egy kis nosztalgiázásra is sor kerül ilyenkor. Beszéljünk akkor most magáról a fesztiválról. Mikor kezdődik majd meg várhatóan a terület építési, átépítési munka a városban? Mire számíthat a lakosság? Ugye általában, ha jól emlékszem, már szerdán elkezdik építeni magát a Múzeumpark területét. Így van, ebben az évben is így tervezzük, tehát szerdai napon már elkezdjük a Múzeumparknak a kerítésen belüli részének a felépítését, tehát sátor, színpad, jönnek a különböző nagyobb árusítóhelyek, a büfések, elkezdjük berendezni a területet. Az igazi nagy útlezárás az péntek reggel kezdődik, tehát péntek reggel 8 órakor terveink szerint akkor kerül lezárásra a teljes fesztivál terület, és akkor már valóban jönnek a különböző árusok, állításra kerülnek, bekerülnek a kordonok, elfoglalja a helyét, megjönnek a különböző eszközökségesek a lebonyolításhoz. És hát várhatóan vasárnap délig fogjuk fenntartani ezt az útzárat, hiszen amikor véget ér vasárnap hajnalban a fesztivál, akkor rögtön kezdjük a terület bontását. Az előbb már tett arra egy utalást, hogy némi változtatás a helyszínben történt az árusok miatt. Ez mit jelent, mire számíthatunk? Egy picit megnöveltük a rendezvény területét. Ugye eddig a Püspökladányi úton, a rendőrségi szervízútnál történt a beléptetés. Ezt megnöveltük és egy kicsit elhoztuk az ifjúsági ház irányába. Tehát nagyjából az ifjúsági ház sarkán kerül lezárásra a terület. Ez egy plusz néhány száz métert jelent az árusoknak. A rendezvénynek pedig azt, hogy egy picit szellősebb lesz az a része a bejáratnak. És ezzel együtt tudtuk a főzőhelyek számát is egy picit megnövelni. Tehát gyakorlatilag az árusok most az ifjúsági háztól a Püspökladányi úton végig fognak árusítani, a Varró utca egy részén, illetve a Kálvin úton a nagy színpad hosszáig. Bekapcsolásra került a Református Egyház jóvoltából a Kálvin 5-ös iskolaegység, ahol egy borudvart szeretnénk kialakítani. Terveink már megvannak, hál' Istennek, a jelentkezők is megvannak. Tehát olyan pincészeteket, házi söröket, pálinkaházakat várunk ide az úgynevezett borudvarba, ahol az ország különböző részéről, különböző tájegységek italait lehet majd megkóstolni. Tehát lesz balatoni bortól egészen az Eger-Mátra vidéki borokig, és ugyanígy a pálinkákból, de lesz terveink szerint gyümölcsör, házi sör, tehát nagyon sokféle lehetőség. Egy olyan szigetet gondoltunk itt kialakítani, ami fontos része a birkafőző fesztiválnak, mégis egy kicsit elvonult tőle, hiszen a szélén, ott a nagy színpad előtt kerül ez berendezésre, sok sörpaddal, asztallal, ahol le lehet ülni, egy kicsit beszélgetni, nem csak a péntek délután,
a szombat délelőtt, és hát természetesen a szombat délutáni nagy koncertek alatt is folyamatosan szeretnénk üzemeltetni ezt a borudvart. Én bízom benne, hogy nagyon sokan élnek majd ezzel a lehetőséggel, és ilyen kis baráti társaságok leülnek beszélgetni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a Kálmán utcai kapu meg fog szűnni, és a két kapu helyett egy kapu lesz majd kint majdnem a Hemó épületénél. Tavaly kialakításra került a Református Általános Iskola udvarán a kézműves udvar, gyakorlatilag ez most fog-e működni? Ez most nem fog működni, ezt próbáltuk kiváltani ezzel a püspökladányi úttal. Az volt az elgondolásunk, hogy ha megpróbáljuk ezt a területet, és valóban annyi jelentkező, amit nem tudunk majd kezelni, akkor esetleg újra megnyitjuk a Calvin 2-es iskolaegységnek az udvarát. Egyelőre úgy néz ki, hogy a terület elég az árusoknak. Természetesen, ha szükséges, akkor készülünk ezzel is. De én azt gondolom, hogy az újra megnyitása az a jövő év, vagy jövő éveknek lesz a lehetősége, hogyha tovább bővül a fesztivál, akkor abban az irányban még mindig tudunk majd terjeszkedni. Mit kell tudnunk a pénteki napról, ugye akkor szokott kezdődni délután valamikor? Idén is így lesz. A fesztivál. Így van, idén is így lesz. Díszvendégtelepülésünk Badacsony Tördemic. A tördemici község hoz egy gyönyörű fotókiállítást a Balatonról, a Badacsonyi hegységről, illetve magáról Badacsony Tördemicről. Ennek a kiállításnak a megnyitójával kezdődik gyakorlatilag az egész fesztivál, az Ifjúsági Ház nagy termében délután 4 órakor, ahol egy nagyon rövid film is levetítésre kerül, hiszen Badacsony Tördemic ugye több magyar filmnek is szereplője volt, például a Lilionfi című filmet ott forgatták teljes egészében Badacsony Tördemicen. Tehát azt gondolom, hogy lesz mit nézni a fotókon, illetve a kis filmen is. Utána ezen a napon még lesz szerepe Badacsony Tördemicnek, hiszen egy néptánc együttes és egy népzenei együttes is érkezik a településről. Őket szintén a borudvarban, amelyről már beszéltem, fogjuk az esti órákban egy táncházzal bemutatni a karcagi közönségnek, érdeklődőknek, tehát mindenkit várunk már péntek este a működő borudvarba egy táncházra, ahol valóban olyan művészeti vezetővel, aranysarkantyús népművészeti ifjúmestere, a tördemici néptánc együttes vezetője, aki valóban, én azt gondolom, hogy fog tudni újat mutatni a karcagi néptánc iránt érdeklődőknek. És hát természetesen ugye az árusok kipakolnak, és ha már kipakolnak, akkor legyen színpadi program is. A szokásoknak megfelelően karcagi, hazai csoportok lépnek fel a pénteki napon a kis színpadon a múzeumparkban. A mazsorettek bemutatójával kezdődik, aztán a kis táncosok bemutatójával, majd pedig két hazai karcagi együttes fellépése, a Mese Casino, illetve a Match Boys együttesnek a koncertjét láthatják az érdeklődők. Utána pedig az est sztár vendége Tóth Gabi fog föllépni 8 óra magasságában, majd az estet a Senior együttes jubileumi koncertje zárja. Vélhetően 11 óra magasságáig fog tartani a pénteki program. Pénteki nap ugye ingyenes szokott lenni, így lesz ez az idén is. Így van, természetes, hogy a pénteki nap ingyenes, úgy, ahogy az előző években is, és egy nagyon fontos részét kihagytam a pénteki napnak, hiszen a gyerekeknek is elindul a megszokott program, ugye a templomkertben a Juszárnyék megkezdi működését, és már a péntek esti időszakban egy vásári komédiát lehet majd megtekinteni a templomkertben, ilyen 18 óra magasságában. És akkor elkövetkezik majd szombat a főző, birkafőző nap gyakorlatilag, tehát a főző verseny napja, csak sikerült kimondanom. Hány órakor kezdődik, mi a gyakorlat, mikor kezdenek főzni a főzők, mikor készítik fel a pörköltet két pálinka után? Így van, ezt nehéz megmondani, ugye hivatalosan mi kiírjuk a főző verseny kezdetét, amelyet 8 órában határoztunk meg, természetesen addigra a főzők már ott vannak a helyszínen, előkészítették a birkahúst, ugye ez egy több napos folyamat, amíg valaki eljut odáig, hogy egyáltalán alá gyújtson gázzal vagy fával a lábasnak. Tehát ez a főzőkre van bízva. Én azt gondolom, hogy mire hivatalosan elkezdjük a 8 órás megnyitót, addigra valóban túl lesz minden főző az első reggeli kocintáson, alá van gyújtva a birkapörköltnek, és akkor
megnézheti azt a felvonulást, amellyel elkezdődik a 17. Birkafőző Fesztivál, a néptánc csoportok felvonulásával, mazsorettekkel, a nagykonhonvéd banda felvonulásával kezdődik a szokásoknak megfelelően, majd a színpadhoz érve a társulat egy nagyon rövid bemutatóval zárja ezt a felvonulás részét. 10 órakor kezdődik a hivatalos megnyitója a rendezvénynek, ahol ugye fővédnökeink köszöntik majd a tisztelt publikumot és a főzőket. A megnyitó után a szokásos rendben folynak a programok, ugye először a gyerek színpadi produkció, a Holló Együttes fellépése következik, amelyet egy támogatónk jóvoltából kerül gyakorlatilag a karcagi színpadra. Ezt követően a már megszokott folklór program, ugye a karcagi néptánc együttesek, természetesen a Badacsony Tördemici vendég néptánc együttes, és nagyon érdekes színfoltja lesz az idei Birkafőző Fesztiválnak, hiszen Gyimes Középlokról egy csángó néptánc együttest is vendégül látunk az ezévi Birkafőző Fesztiválon. Egy nagyon érdekes táncprodukció lesz, én azt gondolom, az ő fellépésük is. És akkor elérkeztünk ugye a nap úgymond fénypontjához, hiszen elkészülnek a pörköltök, mind a szakmai, mind a társadalmi zsűri végigjárja azt a közel 250-260 lábast, amire lehet készülni, illetve főzőhelyet. Meghozza nem könnyű döntését. Én zárójelben megjegyzem, hogy néha sajnálom is a zsűrit, amikor én is nagyon szeretem a birka pörköltet, de amikor ennyi mennyiséget kell kóstolni, az nem lehet nagyon könnyű, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy elég nehéz az ő feladatuk, és kiválasztani a legjobb pörköltet ennyi jó közül. Tehát 15 óra az eredményhirdetés, ez körülbelül egy ilyen 1-1,5 óra, amire minden díjat át tudunk adni, hál' Istennek, nagyon sok felajánlás érkezik minden évben, úgyhogy idén is lesz díjak átadása, én azt gondolom, minden főző részére szinte. Utána pedig a Nóta program, amelyben nagyon jó fellépők lesznek, tehát nagyon jó műsort láthatunk majd, és ezzel gyakorlatilag véget ér a kis színpadi produkció, áttevődik a központi része a rendezvénynek a Kálvin úti színpadra, ahol nagyon sok híres fellépőt köszönhetünk ebben az évben. Kik lesznek majd a sztár fellépők? Az Abrak az Abra zenekar, ha jól tudom, ők húzzák majd úgymond a talpalávalót, és így énekesek. Így van, ez egy érdekes fellépés lesz ebből a szempontból, ilyen még nem volt, hiszen az Abrak az Abra együttes fölmegy a színpadra, ők önállóan is játszanak saját dalaikat, illetve feldolgozásokat, de ők élőben fogják kísérni gyakorlatilag azokat a fellépőket, akik csatlakoznak hozzájuk, tehát Radics Gigit, illetve Charlie-nak az élő nagy koncertjét is az Abrak az Abra együttes fogja kvázi zeneileg lekísérni. Előtte azonban egy kis hangolás címen Márkus Lucát köszönhetjük, ugye Debrecen hangja volt az előző években, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fiatal, feltörekvő énekesnek adhatunk teret itt a karcagi színpadon. Tehát ő vezeti be a produkciót, utána pedig a már említett fellépők és együttesek következnek. Az egész napot egy DJ zárja, hiszen egy ilyen kis utca bállá szeretnénk átalakítani a színpad előtti teret, tehát Charlie után DJ Chris fogja a legfrissebb zenéket ötvözni, gondolom, az elmúlt évek slágereivel, tehát várhatóan egy ilyen fél egy óra magasságában, ahogy azt már megszokhattuk az előző években, addig fog tartani a 17. karcagi birkafőző fesztivál. Nagyon színes a program, addig még sok munka van, mekkora nézőszámra, látogatói számra számítanak az idén? Ezt mindig nehéz megmondani, ugye mindig csak satszolni tudjuk. És itt mindig kétfelé kell bontani ugye a nézőszámot, hiszen az, hogy mennyi karszalagot adunk el, az ugye mutat egyfajta létszámot. Nyilván magán a területen egyszerre nem annyian tartózkodnak, hiszen a karszalaggal ki lehet menni, be lehet jönni, meg lehet vásárolni a birkapörköltet, hazavinni, visszajönni a koncertekre, azokra a részekre, amelyek jobban érdeklik a nézőket. De én azt gondolom, hogy ebben az évben a 15 ezer karszalag biztos, hogy megvételre, kiadásra kerül. Én azt gondolom, hogy egyszerre egy ilyen 8-9 ezer ember
érdeklődő fog a rendezvény területén tartózkodni. Ezért is próbáltuk egy kicsit húzni a beléptető kapukat, magát a területet. Én bízom benne, hogy sikeres lesz ez a pici nyújtás, és nem lesz zsúfolt a terület. De hát ezért rendezzük ugye a fesztivált, hogy minél többen látogassanak el hozzánk, minél többen ismerjék meg Karcag nevezetességeit, érezzék jól magukat, kóstolják meg a Hungarikum birkapörköltet. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres, nyugodt rendezvényt kívánok Önöknek. És addig is jó munkát. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.